Sziasztok! Jöjjön ma ismét egy elektromos bringás videó itt a csatornán. Tavaly már volt egy pár, és nagyon szerettétek, úgyhogy ma ismét belevágunk az e-bike tesztelésbe. És az egyik nagyáruháznak az alsó kategóriás mountain bike-et fogjuk tesztelni. Ez nem más, mint a Rockrider EST 100-as. Megértem, ha valaki nem szeretne több millió forintot kiadni egy bringára, hanem elég neki csak a pár százezres kategória. Na, erről lesz szó ma. Tarts velem ebbe a videóba! Csomár Zoltán bemutatja. Szóval, mint említettem, ez a bringa tényleg nem a milliókat nyaldossa, legalábbis árba. Viszonylag olcsón is elérhető, ez a viszonylag olcsó az e-bike-okhoz képest, ugye tudjuk azért, hogy 3-400 ezer forint alatt nem nagyon kapsz e-bike-ot. Ma az egyik nagy áruháznak a bringáját nézzük meg, ez a Rockrider EST 100-as, és ez egy mountain bike, egy kezdő mountain bike, de nézzük a jóságokat. Először is egy Visionnal együtt kifejlesztett motor helyezkedik el benne, ez a szokásos alapkivitel, 42 Nm, 250 Watt, és természetesen az európai szabályozásnak megfelelően az elektromos rásegítés 25 km/h-ig tart, onnantól fogva már a saját erőnkre tudunk csak támaszkodni. Az aksi, ami a legeslegfontosabb része az egész paknak, gyártóját tekintve vagy Samsung, vagy LG, és a teljesítménye 380 Watt-óra, amivel a skála alján helyezkedik el, ez természetesen a hatótávot nagyban meghatározza. Három üzemmód van, az Eco, a Standard és a Boost. A bringa súlya 22,2 kg, ezzel valahol a középmezőny alján helyezkedik el, vannak sokkal nehezebb e-bike-ok is. A váz egyébként alúváz, a váltó pedig egy 8 sebességes Microshift MS25-ös hátsó váltó. A teleszkóp rajta egy 100 mm-es rugóúttal rendelkező Suntour XCT30-as villa, állítható és teszi a dolgát. A kerekek 27 és felesek, a fékek Tektro TKD68-asok, mechanikus tárcsafékek, 180 mm-es elől és hátul is. A mountain bike felszereltségében egyébként benne van a csengő és a macska szemek a keréken, és a fényvisszaverő pedál, minden más kiegészítőt már neked kell rá megvenni. Az első és a hátsó lámpa, az egy lokálisan kapcsolható elemes hátsó lámpa, csak simán ide rögzíted, és az első lámpa meg kb. Ugyanez, ez is lokálisan kapcsolható, nem a központi vezérlőegységről, illetve nem a akkumulátorról működik, mint a drágább verziókban. Ezt egyébként nem muszáj ide rakni, ezt bárhova el tudod helyezni, akár a másik oldalra is. Beszéljenek inkább a tettek, pattanjunk is bringára, megnézzük, hogy mit tud hatótávban, teljesítményben, és mennyi rájön meg a helyét esetleg igazi terepviszonyok között ez a bringa. Úgyhogy galantra fel, akarom mondani, bringára fel, menjünk! És előtte nézzük meg a hatótávot, ugye most alapfokozatban 85 km-t satszol nekünk teljesen föltöltve, kettes rásegítéssel már 65 km hatótáv, és hármassal meg 45, ami vár ránk. De a végén persze megmutatom, hogy mennyit mentünk, és mennyi maradt az aksiba. Startra fel, csapjunk bele, menjünk! Szóval érzésem marha jó vele menni, nagyon könnyű tekerni, jók a fokozatok, ez a hatótáv azért ez egy picit sovány, de maga az élvezeti faktor, a pedálszenzoros élvezeti faktor teljesen oké a bringával. Az egyes fokozat az mindenre is elég egyébként. Ha üresen tekered és egy picit csalsz a bringával, tudjátok, amikor mondjuk kisebb fokozatba rakjátok, és csak úgy üresen pedálozol vele, akkor is hajt a motor. Tehát ez a különbség igazából a pedálszenzor és a nyomatékszenzor között, hiszen a nyomatékszenzoros munkálkozók, ha nyomod, akkor kapod a rásegítést. Lehet vele egy picit csalni, bár nem érdemes. Kb. Olyan érzés, mint egy gázpedált nyomnánk vele. El lehet találni pont azt a fokozatot, pont azt a sebességfokozatot, hogy igazából érezd is, hogy hajtod a bringát. És igazából vízszintes terepen, majdhogy nem, felesleges is. Hopp!
majdhogy nem felesleges is a rásegítés. Szeretjük a kényelmes bringázást, akkor maximum 1-es fokozat. A 2-es és a 3-as fokozatnak kizárólag emelkedőn van jelentősége. Eddig nem volt olyan nagyon nagy emelkedő, amire a 3-as ne lett volna elég. Jó, ott már küzdeni kell egy picit, de hát ettől szép az élet, ettől sport. Aki persze jobban szereti a kirobbanó erőt, annak azért ez a 42 Nm az lehet, hogy egy picit kevés lesz. Átlagos használatra nem ilyen sportolóknak szerintem tökéletes. Bringa 45 km hatótávot jelez csak, voltak emelkedők, és nyilván akkor nem az egyes rásegítést használtam, hanem a nagyobb rásegítést. Itt vagyunk egyébként a viaduknál. A ballonos gumik, ezek a mountain bike gumik egyébként kisimítanak szinte mindent, ami az úton van, normál terepen is. Hallgassátok a hangját! Viszonylag kényelmesen fölhozott az etyeki dombokon is, és hát suhanunk a többiek mellettel. Itt vagyunk most már az utcában, megérkeztünk. Ennyi hatótávunk maradt. Egyes fokozatban 0,00, hogyha fölváltom, átválthatna igazán mínuszban, de nem teszi. Teljesen vegyes használat volt, volt ahol én kértem, de volt emelkedő bőven. Azért ez baromi mázli volt, hogy éppen kivírta a bringa, szóval egy picivel nagyobb akkumulátor igazán elférne bele, és egy picivel nagyobb erő is. Hogyha meredekebben mentek fölfelé, akkor ott már bizony a comb is be fog segíteni a hajtásban, nem csak az a 42 Nm, úgyhogy ott szükség lesz az izomzatra is, kerékpározunk vagy mi. Hát akkor összegzünk. Ma egészen pontosan 58 kilométert sikerült vele megtenni, nullára merítettük. Teljesen vegyes volt a terep, egyes fokozatban 80%-ot ment a bringa, 10% 2-es és 10% 3-as fokozat volt. Nehezített terep volt a kicsikének, de hát azért tudjuk, hogy ha valaki montit vesz, azt általában erdei utakon fogja használni, ahol inkább emelkedők vannak, mint vízszintes utak. A bringa tökéletesen hozza azt, amit egy ilyen árkategóriájú elektromos biciklitől elvárunk. Igazából a felszereltség is, a rajta található alkatrészek, a kormány, a váltó és a kerekek mind-mind ezt a árkategóriát tükrözi. Kezdőknek tökéletes. Ha egy picivel profi bringába gondolkozol, akkor természetesen már mélyebben a zsebbe kéne nyúlnod. Továbbra is azt javaslom, hogy mountain bike-ot csak az vegyen, aki terepre is szeretné használni a bringát. Amivel óvatosan kell bánni a biciklin, az a pedálszenzoros kivitel, ami azt jelenti, hogy ha elforgatjuk a pedált, a rásegítés az már érkezik is a villanymotor felől. Általánosságban használjuk egyes rásegítéses eco fokozaton, és a 2-es, illetve a 3-as fokozatokat akkor rakjuk rá, hogyha a terep viszonyok megengedik, ne a 3-as fokozatban használjuk állandóan, és ne azzal akarjunk elindulni. Természetesen ezeknél a bringáknál is a sebességváltó használata is ajánlott, tehát ugyanúgy, mint az Anktonnál, ahol alacsony fokozatban indulunk, itt se rögtön a legmagasabb 8-as fokozaton kezdjük el tekerni, pláne, hogyha a rásegítés is nagyobb, így a lánc hamar megnyúlik és tönkre is mehet a hátsó motoros kialakításnak köszönhetően. Oda kell figyelni, ezzel a 380 wattórával nem megyünk el olyan nagyon sokat, jó előre meg kell tervezni az útvonalat, és esetleg, hogyha hosszabb útra megyünk, akkor beiktatni egy-két töltést valahol a nap folyamán. A feeling megvan. Pontosan tudjuk, hogy milyen jó az elektromos bringázás, élvezetesebb, ezt megkapjuk. A rossz vételt senki nem fog ezzel csinálni, de mindenki gondolja át, hogy érdemes-e pár százezer forint különbséget még beletenni, hogy egy nagyobb akkumulátor vagy egy nagyobb teljesítményű motor legyen alatta. Kösz, hogy itt voltatok, kösz, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett a tartalom, akkor kérlek dobj egy lájkot, és tarts velem a következő videóba is, ha még nem iratkoztál fel, akkor tedd meg. Ha bármi ötletetek vagy véleményetek van, a komment szekció a tiétek. Sziasztok!